Csütörtökön délelőtt már zavartalan volt a forgalom az Ikrényi vasúti átjáróban. Kora hajnalban itt ütközött össze egy tehervonat és egy személyautó, a kocsit a szerelvény több száz méteren keresztül tolta maga előtt, hiába fékezett. A győri hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a helyszínen. A személyautóban nem tartózkodott senki az ütközéskor, így személyisérülés nem történt. Az autó vezetője ugyanis kiszállt a kocsiból és elhagyta a helyszínt. A rendőrség közleménye szerint a balesetet az okozhatta, hogy a sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett. Az autó a Nedves úton megcsúszott az átjáróban és fennakadt a síneken. Az autó eltávolításához először egy mozdony szükségeltetett, amely a sérült mozdonyt leemelte az autóról, ezután tudták a tűzoltót a sérült járművet kézierővel eltávolítani a sínekről. A férfit, aki feltehetően ittas volt, a rendőrök később megtalálták. Bár a balesetet megúszta, a felelősségre vonást valószínű nem fogja, a győri rendőrkapitányság büntetőeljárást indított ellene.